szeretnénk bevonni minél több bátaszékit magának a klímastratégiának az összeállításába is. Bátaszék városa tagja egy olyan klímaegyesületnek, amelyben alig 10 önkormányzat közösen dolgozik a környezettudatosság fejlesztésének ügyén. Innen jött az ötlet, hogy hogyan tudunk helyben is a klímaváltozással kapcsolatban tenni, illetve minél több információt eljutatni majd a város lakóihoz. Hála jó Istennek lehetőség volt KEOP forráshoz hozzájutni egy pályázat keretében. Közel 10 millió forintot nyert a város. Ennek keretében több feladatot fogunk megvalósítani. Egyrészt elkészítjük a város klímastratégiáját. Ez a dokumentum ez alapvetően arról fog szólni, hogy egy önkormányzat mit tud tenni a klímaváltozás lassítása érdekében, illetve a város lakói mit tudnak egyénileg tenni ennek érdekében. Ahhoz, hogy ezt a klímastratégiát és a klímaváltozással kapcsolatos feladatokat minél szélesebb körben meg tudjuk ismertetni, ezért ennek érdekében szemléletformáló programok lesznek, események lesznek, kiadványok fognak készülni. Ezekhez szükséges technikai feltételeket is a pályázat keretében tudjuk majd finanszírozni, illetve a programokat tudjuk finanszírozni. Több célcsoport számára próbáljuk ezt majd megtenni, több korosztály számára, hiszen a gyermekkortól az időskorig a szakma véleménye az, hogy mindenki hozzá tud járulni a klímaváltozás csökkentéséhez. Ezeket az ötleteket fogjuk feldolgozni, és ezeket az ötleteket fogjuk megismertetni. A város eddig is kiemelkedően kezelte a környezetvédelem ügyét. Eddig csak a közintézmények vagy a városi közvilágítás korszerűsítésére gondolni, de ebbe a ködbe tartozik az évfája díja is. Független attól, hogy a klímastratégia most fog elkészülni, a városunk már próbált tenni a környezetvédelem, és ennek megfelelően az éghajlatváltozás csökkentésé érdekében, hiszen valamennyi közintézményünk már rendelkezik napelemekkel, annak érdekében, hogy a fosszilis energiatermelést ilyen értelemben lehessen csökkenteni. Igyekeztünk a közvilágítás korszerűsítés kapcsán is ehhez hozzájárulni, hiszen jó néhány évvel ezelőtt már ledes lámpatestek kerültek felhelyezésre, illetve a fűtési rendszereinket is már úgy próbáltuk átalakítani, hogy minél hatékonyabb és minél kevesebb gázenergiát felhasználó készülékek kerüljenek beépítésre. Ezek apró lépések, de fontosak egyrészt a környezetvédelem szempontjából, természetesen gazdaság és üzemeltetési szempontból is. Nem nagy dolgokra kell készülni a lakóknak, hiszen olyan mindennapi kis odafigyelést igénylő tettekre szeretnénk ösztönözni a bátaszékieket, melyekkel segíthetik a munkánkat, mondja Bozsolik Róbert. Alapvetően a program, ahogy említettem, a város számára fog meghatározni feladatokat, hogy nekünk mi a feladatunk, mint település vezetésnek, de a lakosság számára is, de olyan jellegű dolgokat, amelyek csak egy kis odafigyelést jelenthetnek. Például gyakran halljuk azt, hogy az ingatlanunkról levezetett csapadékvizet, ha gyűjtjük, és azzal locsoljuk a növényeinket, virágainkat, kertjeinket, már egy kicsit hozzá tudunk járulni a klímaváltozás csökkentéséhez. Ilyen és ehhez hasonló ötleteket próbálunk mindenki számára elérhetővé tenni. Ugye a dokumentum elkészítése abból a szempontból is fontos, hogy jelen pillanatban is jelentős európai uniós források vehetők igénybe ilyen jellegű projektek végrehajtására, és várhatóan a következő uniós ciklusban is, pénzügyi ciklusban is erre lesz lehetőség. Erre alapozva szeretnénk olyan forrásokat hozni városunkra, amelyek adott esetben újabb energetikai korszerűsítéseket tudnak majd jelenteni, vagy közvetlenül adott esetben a lakosság számára adnak lehetőséget a klímaváltozás csökkentését célzó intézkedések vagy feladatok végrehajtására. A város most egy közösségi felületet hozott létre a tevékenység koordinálására. Ahhoz, hogy a város lakóit be tudjuk vonni ennek a dokumentumnak az elkészítésébe, ezért egy közösségi oldalon egy úgynevezett klímaőr, bátaszéki klímaőr elnevezésű felületet hoztunk létre. Itt fogjuk megosztani mindazokat az információkat, hogy mi is a klímaváltozás, hogyan tapasztalják a mindennapi életükben az emberek a klímaváltozást. Itt próbáljuk elérni a bátaszékieket, hogy ők is ötleteket adjanak számunkra. Természetesen a város honlapján is meg fog jelenni, de ez egy közvetlenebb felület. Szeretnénk bevonni minél több bátaszékit a dokumentum összeállításában, ezért várunk magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket, akik számára fontos ennek a dokumentumnak az elkészítése,
és talán még fontosabb, hogy a klímaváltozás érdekében tudjon tenni, jelentkezzen. Az első pillanattól kezdve az ő véleményük és az ő közreműködésük szükséges ahhoz, hogy egy olyan dokumentumot hozzunk létre, amelyet be is tudunk tartani.